Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Nem régeltem az a munkába szokás szétéből, csak megemvéreltem. Készülődünk, hogy is el kell menni venni iskolás cipőt, hogy az iskola kezdődik most hétfőn. Vége van a téli szünetnek, a Lukasz megy vissza, és kell neki új cipő. Aztán, a múlt héten, szerdai videóban írtam nektek, hogy keresünk majd szellemeket, ugyanis a telefonon van ez az applikáció, hogy lehet keresni szellemeket, és gondoltam, hogy megnézzük, hogy hogyan működik. Ugye az öcsém múltkor nekem megemlítette, ő nem próbálta amúgy ki, gondoltam, hogy ma este kipróbáljuk, hát ha találunk valamit, lehet velük beszélgetni, így lehet írogatni nekik, úgyhogy megpróbáljuk, én nem hiszek benne, de megpróbáljuk. Aztán ezen kívül lesz sorsolás, ugye ki fogjuk sorsolni ezt a fidget spinnert, amit múlt héten kaptam, hogy melyiket, azt én nem tudom. Én azt hiszem, hogy úgy csináljuk, hogy a nyertes majd megírja nekem, hogy melyiket szeretné, és azt fogom majd neki elküldeni. És így nehéz dönteni, ugye mindenkinek más tetszik. Valakinek ez a pörgős, ez a szép fényes tetszett, valakinek a másik fajta, majd lehet megmutatom őket ugye később, de a szerdai videóban ugye az összeset bemutattam. Valószínűleg este fogjuk ezt is kisorsolni, vagy délután. És most el kell menni, mert nem sokára be fog zárni ugye a bolt, és kell venni még cipőt. A Davis, mit csinálsz? Ja, hozod a sapkákat? Látod, van ilyen Batman-es sapkánk, van ilyen, ezt a Lüköztől kaptam ugye apák napjára. Na nézd, Avengers van, Mazdás, Star Wars-os, ilyen Tom is, ez az enyém, MX-5-ös, nagyon sok sapkánk van, Captain America, Levi's-es, Disneyland-es, Ausztrálos, aztán van egy ilyen Pirelli-s. Mit mondasz? Melyiket szeretnéd? Melyiket? De mindenhol szétraktad a sapkákat, látod? Gyere, húzzuk a... Nem játszunk, gyere, húzzuk a nadrágot! Húzzuk a nadrágot! Aztán mit akartam mondani, képzeljétek el! Tegnap! Képzeld el, rettentő hideg volt, olyan hideg volt Ausztráliában, itt lent ezen a lenti részén a hegyekben, Canberra környékén, ugye? Azt mondták, hogy hidegebb volt Ausztráliában, mint Alaszkában. Képzeld el, olyan hideg volt, mínusz 7 fok volt éjszaka. Rettentő hideg volt. De nem volt mínusz 7, itt a golkoztam, de itt is hideg volt. Lehetett érezni, hogy majdnem megfagyunk. Itt van a tél. És még egy, mennyi? Még egy ilyen másfél hónap szerintem minimum, hogy elkezdjek melegedni az időjárás. Ami az idő most is szép, mert süt a nap, de hideg van kint. Nem az a túl-túl hideg, ilyenkor süt a nap. Ugye el lehet viselni kint, látod egy hosszú lyukba, szinte egy fellő nincs az égen, bár tegnap egész nap esett az eső. Rettentően nem volt jó idő, de hideg volt, főleg az éjszakák, azok a hidegek. Na mindegy, hol a gatya? Davis, itt a gatya. Megtaláltuk. Na mit nézzünk? Látod, a Davis talált valami újfajta mesét, és most ezt nézi. Mi? Nyuszi, gyere, csücs! Készen vagyunk? Lukasz, készen vagy? Vagyok. Hajadat még mindig nem vágtuk le. Ne kell várni. A hajadat nem vágtuk le. Tudod. Kapjuk a imóhajom megint. Ja, persze. Nem, képzeld el, nem vágtam. Nem vágtam le. Mondjad, mit mondasz? Képzeld el, nincsen meg a napszemegem. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, hova raktam a napszemegemet, mikor volt rajtam utoljára. Ugyanis filmeztem a szemüvegemmel csütörtökön. Egész nap, ugye? Nem tudom, hogy rajtam volt. Vagy szerdán filmeztem? Szerdán filmet? Nem, kedden film. Nem tudom mikor filmet. Na mindegy, nem találom a napszövegemet. Valóban biztos, hogy eltettem, csak azt nem tudom, hogy hova. Úgyhogy megpróbálom visszanézni a videót, és megpróbálok emlékezni. Hát, ha valahol letettem. Vagy ha valaki gondolja, írja meg ide a videóra, hogy hova tettem a napszövegemet. Ugye, és a szokásos helyen nincsen. Azt tudom, hogy videóztam. Arra emlékszem, hogy videóztam, és leraktam az autóba, mert használtam a szemüveget is. Ugye a videó szemüveget. Várják, csak közben nézem, ott halatok. És tegnap esett ugye az eső, előtte ugye nem volt rajtam, fogalmam nincs hova tettem. Na mindegy, zárom az ajtót, aztán megyünk, veszünk cipőt, iskolás cipőt. Ugyanis Lukasznek van cipője, csak iskolás cipő kell, aminek feketének kell lennie, és bőrnek, ugye Lukasz? Különben nem mindegy, hogy milyen cipővel mész iskolába. Na várját, tolatok. Na gyere Nyuszi, gyere. Végeztünk, vettünk cipőt a Lukasznak. Jövünk vissza az autóhoz. Hova ugrálsz te, Nyuszi? Oda, gyorsan, oda felugrunk. Na várjál. Nyitjuk az ajtót. Na, másszál. Úgy, jump, gyorsan. Oda, hoppá, mit csinálsz?
Te, oda bele az ülésbe. Kösz, meg vagy. Megvan mindenki. Aj, akkor bevezzük a Davis-t is, aztán megyünk. Gyorsan beugunk a szüleimhez, aztán addigra már sötét lesz. Valószínű, mire az érek, és ki tudjuk próbálni ezt az új applikációt. Hozzajöttünk, bementünk ezbe a szüleimhez, a nap lement. Mutatom, látod, ilyen szép sötét van kint. Amúgy képzeld el, azóta nem láttam az állatunkat. Ugye ide szokott jönni az az állat, az a poszum, én azt hiszem, hogy poszum. És múltkor kiraktam a GoPro-t. Mikor csináltam ezt a time-lapse-es felvételt, és képzeld el, a GoPro után gondolkodtam, hogy nem fogja bírni egész éjszaka, mert 2 óra alatt lemerült az akkumulátor, ami azt jelenti, hogy fel kellene minden 2 órába, és hogyha lenne egy másik akkumulátorom, ki kellene cserélni, tehát azt mondom, hogy nem fogom tudni lefilmezni, csak ki nem rakom, és itt-ott elindítom, és szerencsém lesz, de na minden, majd meglátjuk. Most pedig, még illetve akármit is csinálunk, tudom, hogy nagyon sokan vártatok erre a pillanatra, ugyanis nem más fogunk csinálni, mint sorsolni fogunk, még mielőtt keresünk szellemeket itt a házba. Amúgy még mielőtt keresünk szellem, nem, még mielőtt sorsolunk, mutatok nektek valamit, ugyanis itt vannak ilyen régebbi lámpák, amire azt mondta az öcsém, amikor ide költöztünk, hogy olyan érzése van, mint ilyen horrorfilmben lenne, például ez itt ott fönt, látod? Felkapcsolom ezt a lámpát, ilyen régi, látod? És nem tudom, ez ilyen horrorfilmes. Mondjuk lehet, hogy ilyen horrorfilmes, főleg, hogyha lekapcsolod a lámpád, na mindegy. Amúgy én nem szoktam félni, nem tudom, ti szoktatok félni éjszaka, vagy tartani valamitől, nem szellemektől, mondjuk ufóktól, nem? Vagy nem tudom, vagy akármitől. Én nem szoktam. Amikor régen pici voltam, akkor ilyen szoktam, amikor gyerek voltam, mert minden gyerek szokott ugye félni, főleg, amikor néztünk ilyen horrorfilmeket, ez a... Az amerikai farkas ember Londonban meg hasonlók, és mindegy, az még nagyon régen volt, de nem tudom, ti szoktatok tartani amúgy valamitől? Ha gondoljátok ide videó alá, írjátok meg. Mit? Mit csinál? Nehogy elnyomjad, ugyanis betöltöttem az összes kommentet a videó alá. Beletartott egy jó időbe, képzeld el, ugyanis múltkor szoktam meg kommentet válaszolni azzal a programmal, azzal a weboldallal, ami most nem működik. Találtam egy másikat, ami nem a legjobb, mert néha az sem működik, úgyhogy gondoltam, hogy betöltöm, mutatom. Az összes kommentet ide a videó alá megpörgetjük, és választunk valakit. Én úgy gondoltam, hogy úgy fogjuk megpörgetni, hogy hányadika van ma? 8-a van ma, ugye szombat, mert ez a videó egy nappal előbb készül, minden felmegy. És mi van ma? Július 7-e, tehát hetet pörgetek, ilyen hetet gyorsan húzok, és a 8. kommentet kiválasztjuk, nem tudom, fölülről vagy alulról. Fölülről vagy alulról, megkérdezzem a feleségemet, várjál. Ugyanis más nem tudok megkérdezni, a Lucas nincs itthon, a Davis nem fogja tudni megmondani, várjál. Azt mondta a feleségem, hogy válaszunk alulról, nem felülről, alulról. Úgyhogy alulról felszámolok 8-at, rendben van? Úgyhogy mutatom neked, és a szerencsés nyertes, mondom, egy ilyen fidget spinner fog nyerni, hogy melyiket, azt majd a nyertes megmondja, hogy melyiket szeretné. Ugyanis most nem akarok bemenni a Lucas szobájában, mert kinyitom az ajtót, a Davis oda fog egyből rohanni, és nem fogja megenni a vacsoráját. De amiket múltkor mutattam a múltkori videóban, úgy még egyszer meg szeretném várják köszönni, mutatom. Na megtaláltam az oldalt, mutatom kinek. Nem másnak, mint ennek a cégnek, vagy oldalnak, ennek a Magic, hol van, mutatom. Ha be ide bejártok, várjál, fókuszál a kamera, hogyha fókuszál, na talán bejött. MagicCubeMall.com. És hogyha itt valamit találtok, és mégsem tudja vagytok a nyertesek, de valami megtetszett, itt meg tudjátok vásárolni. Aztán küldött nekem e-mailt ez az oldal, képzeld el. Ugyanis kérdezte, hogy mikor osztottam meg a videót, mondta, hogy megosztottam. Megnézte, látta a kommenteket, képzeld el, rettentően meglepődött. Nagyon örült neki, legalábbis azt írta, hogy nagyon sokan felmentetek és kiválasztottátok, hogy mit szeretnétek. Azt mondta, hogy majd legközelebb is fog nekem küldeni, ugye majd azokból, amit választottatok, valamit küld nekem, és ki fogom tudni sorsolni köztetek, hogy hányat küld, vagy hányat nem küld, vagy mit, nem tudom. Tehát azt mondta majd a jövőben, nem azt mondta, hogy most a héten, vagy jövő héten, azt mondta majd a jövőben. Úgyhogy lesz még ilyen játék, legalábbis reméljük, hogy mindenkinek meg szeretném köszönni, hogy ugye felmentetek, megnéztétek, és megírtátok. Na mindegy, nem húzom tovább az időt, visszamegyek ide a YouTube-ra, és innét húzzuk, nem? Várjál. Meghúzzuk, én azt mondtam ugye, 7-szer fogjuk meghúzni. 7-szer meghúzzuk, mert júliusban, 7. hónapban már a kommentet meghúzzuk 7-szer, és alulról a 8-at felszámoljuk, és ő lesz a szerencsés nyertes. Nem tudom, nagyot húzzak, vagy picit húzzak. Közepeset húzunk. Na várjál, mutatom nektek. Figyelj,
Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Megállunk. Várjál. Mivel bejött ez az utolsó, legyen ő az első. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Na várjál. És a következő lesz a szerencsés nyertes. Nyolc. Nem más, mint Bence Büri. Az a szivárványos fidget spinner. Az a kedvence, azt tenni. Gratulálni, amely egyszer még fókuszba jövök. Gratulálni szeretnék neked, csak megvártam, hogy fókuszba jövök. Arra kérlek meg, hogy írjad meg a címedet, hogy hova küldhetem, és hogy melyiket szeretnéd. Bár azt mondta, hogy az a szivárványos. Mert nem tudom, melyik volt az a szivárványos. Bár lehet, hogy van valami szivárványos. Azok közül, amelyik nekem megvan, amit ugye kaptam, írd meg, hogy melyiket választanád, és azt az egyiket el fogom neked postázni. YouTube üzenetbe írjad meg, arra kérlek, ugyanis a múltkor is kaptam kommentbe, e-mailbe, és mindenki más, ugye mindenki próbált írni, hogy ő nyert, de YouTube üzenetbe írjad meg, onnét tudom, hogy te vagy a szerencsés nyertes, ugye, és nincsen belőle csalás. Na, még egyszer gratulálni szeretnék nem másnak, mint Bence Büdinek, remélem, hogy jól olvasom, hogy jól láttam. Amúgy 23 órával ezelőtt kommentált, képzeld el. Aki nem nyert, nem kell elkeseredni, ön is még lesz még ilyen játék. Úgyhogy most nem másnak, mint iszok egyet, és megyünk, azt hiszem, keresünk egy pár szellemet itt a házba. Hozzam közben a telefonomat is, amúgy a múltkor is sokan kérdeztetek, mikor lesz sorsolás, ugye, még a másik nyereményjátékkor. Még pár nap ezelőtt is kérdeztétek, ugye van sorsolás, csak mindig nem szoktam bejelenteni, hogy mikor, de a videó elején mindig mondom, hogy a mai videóban lesz sorsolás, csak átláb, ugye, aki kérdezi, valószínű, hogy nem követi a videómat rendszeresen. Na mindjárt. Úgyhogy aki követi, tudját, hogy ugye mikor volt, vagy mikor lesz sorsolás, és ahogy mondtam, lesz még, lehet, hogy más játék is lesz, lehet, hogy legközelebb mást fogunk sorsolni, lehet, hogy valami más, érdekesebb dolgot. Na mindjárt, majd látjuk. Úgyhogy, elindítanám ezt az applikációt, ennek az a neve, hogy Ghost, várjál, mutatom, ilyen, itt a telefonomon van, ez a zöld, várjál, ez, és nem írja ki a rendes nevét. Amúgy ezt az applikációt nem kaptam senkitől, tehát ezt nem ingyen kaptam, amikor az applikáció ingyenes. Csak gondoltam, hogy megmutatom nektek, hát ha tudunk egyet szórakozni rajta. Amúgy múltkor elmentem munkába, ott ahol dolgoztunk, ugye volt ez a hosszú videó tegnap, és ott a garázsoknál még ettünk apukával, szellemeket kerestünk a telefonnal, találtunk egyet vagy kettőt, de egyik se akart velünk szóba állni. Na minden, megnézzük, hogy hogyan működik. Ami rendesen még nem próbáltam ki ezt az applikációt, na várj, indítottam, csak közben beszélek itt mindenféle fajta hülyeséget. Ugye azt hiszem, hogy legelőször egy reklám bejön. Mivel ingyenes valamit mindig ugye meg kell nézni, így betölti magát, várj, mutatom. És még mielőtt elindulna ez az egész, látod, ott a kereső, mindjárt bejön egy reklám, ahogy látjátok. Ezt most megvárjuk, még elmegy, és folytatjuk tovább. Eljött! Látod? Itt vagyok én, mégis így mutatja a képet. Lehet, hogy egy kicsit átfordítom az egészet, hogy rendesen lássátok. Tehát, ott a kereső, ott van a tévé, te! Látod, hogy néz ki? Itt van a Davis, és hogyha szellemet látunk, várja, itt a kereső, általában az a fehér, hogyha arra megyek a sarokba, ott egy szellem. Na most eltűnt. Ott az a kereső. Én azt mondom, hogy elmegyünk hátrafelé. Hogy rendesen lássunk mindent. Itt beadjunk a sötét. Megnézzük, hogy hogy néz ki sötétbe. A kamerán valószínűleg sokat mi nem látunk, de a telefonon lehet. Na várjál. Most bejöttünk hátulra ide a szobába. A játékszobá. Én is semmit nem látok, hogy fel kell kapcsolni a villanyt. A sötétben ez rendesen nem működik. Arra felé működik. Várjál, felnyomjuk a villanyt, vagy elmegyünk hátulra. Megnézzük ott a játékszobába. Hát, ha valamit látunk. Én azt hiszem, hogy nincs itt szerintem. Az elben amúgy is itt volt hátul. Na, hol vagy? Vagy nem vagy. Ilyen fél homályban működik. Ha látjátok, világos van, meg még sincsen. Nincs szellem. Na, miért nincsen? Elijesztettük. Lehet, hogy elijesztettük. Lehet, hogy túl hangosan beszélek. Múltkor is valaki mindig azt írta, hogy túl hangosan beszélsz, miért kiabálsz ennyire? Mondta, hogy nem kiabálok. Nem találunk sehol szellemet. Na! Ó, várjál, itt a sarokban. Ott kint. Ott van, te! Látod? Hát ez milyen szellem? Ez egy lány, de én nem látom. Várjál, kérdezünk tőle egy kérdést. Oda be lehet írni, látod a felül a kérdést, beírjuk azt, hogy hi. És most itt lefordítja nekünk ilyen szellemre, és mindjárt vissza fog válaszolni. Én azt mondom, hogy angolul kell neki írni, nem? Vagy magyarul kell neki írni? A szellemmel hogy kell beszélni? Magyarul, vagy angolul? Attól függ, hogy milyen szellem. Mivel itt vagyunk Ausztráliában, és angolul beszélünk, ezért gondolom angolul beszélünk vele. Amúgy ha arrébb megyünk, akkor is lehet látni, csak nem tudom, ott van kint. Na mit mond?
visszaköszön. Látod, azt mondja, hogy ha nem. Mit? El tudjátok ti ezt olvasni? De azt hiszem azt mondta, hogy haj, aj, le. Ez nem tudom, milyen nyelv. Na várjál. Ami, hogy néz ki? Már nyitom az ajtót, megpróbálok kimenni. Itt. Hello! Azt mondta, hogy ja, itt fordította le, köszönt vissza. Mit kérdezzünk tőle? Megkérdezzük tőle, hogy ki vagy, nem? Megkérdezzük, hogy ki vagy. Várjál, megérek gépelni. Azt hiszem, rosszul írtam. Elküldjük. Na, rosszul gépeltem be, és egy kézzel egy kamerával nehéz gépelni, de most leforítja. Addig én kinyitom az ajtót, látod? És kíváncsi leszek, hogy mi fog történni, ha kimegyünk hozzá. Most ide kijöttünk, ott nem látjuk a kamerán, ugyanis ott kell neki még állni. Ha odarakom a telefont, ott lehet látni, hogy ott áll. És hogyha belesétálunk, mi fog történni? Sétáljunk bele. Várjál, most ráugrott a tetőre, oda néz. Közelebb tudunk menni hozzá, vagy nem? Hátra, visszafel. Hát nem szóval jártunk hozzá menni, nem akarjuk elijeszteni, várjál, vissza, bejövünk. Beférek az ajtón. Na mit mond, figyeld, mindjárt le fogja fordítani, és azt mondja, hogy let's have fun, hogy mondják azt magyarul, várjál. Csináljunk valami érdekeset, vagy bohózkodjunk, nem? Hogy mondják azt, hogy let's have fun magyarul? Ó, elment. Oda nézzél. Látod? Elment. Na mindegy. Legalább egyet találtunk. Na, elnyomtam közben a kamerát, és rettentően nehéz filmezni. Megfartja a telefon, meg a szellemekkel beszélni. Na mindegy, így működik ez az applikáció. Úgy legalább tudtunk vele egy picit beszélni. Amúgy el szokott tűnni, vagyis a múltkor is eltűnt, és megpróbáltam egyszer sötétben, meg egyszer apukámmal, és rágyam, egy percre eltűnik, hogy miért, nem tudom, elkezd veled beszélgetni, aztán elmegy. Na mindegy, lehet, hogy gyorsabban kellett volna lenni. Úgyhogy így működik ez az applikáció. Ha gondoljátok, írjátok meg, hogy van-e még milyen fajta, másfajta, valami érdekes, ugyanis én érdekes applikációkat szeretek amúgy kipróbálni. Ugye szeretek néha-néha játszani is, de telefonnal nem nagyon szoktam játszani. Ha játszok is, akkor is ugye a Grand Theft Autóval, maxal a PlayStation-en, de hogyha van olyan telefonos applikáció, szellemes, vagy ufós, vagy akármilyen valami, vagy érdekesebb játék, írjátok meg ide a kommentbe, ide a videó alá, és kipróbáljuk együtt. Vagy én kipróbálom a videón keresztül, vagy a Lukasszal, vagy valami. Na minden. Úgyhogy én most azt mondom, hogy iszok még egyet. Nem tudom miért, nagyon kivagyok, van száradban ma este. Mit ígyunk? Vizet iszunk. Vizet. Azt hiszem megiszom a vizemet. Nem. Veszek ki egy új vizet. Na. Ezt kibontjuk. Aztán lehet, hogy én is lassan meg fogok vacsorázni. Hogy mit fogok enni, azt nem tudom. És most nem annyira akarom nektek megmutatni, hogy mi van megint a hűtőbe. Ugyanis a hűtőben most nincsen semmi, nem voltunk boltba, de múltkor a feleségem ugye nagyon mérges volt. Ha eljutottatok odáig a videóba, amikor mutattam majd nektek a hűtőt, hogy nézett ki, akkor értünk, hogy mindent beraktunk a hűtőbe, és sikerült a végét lefilmeznem, mikor itt nem az, hogy kiabált, de mérges volt rám, hogy miért mutattam meg a hűtőt. Na, én nem, mondtam a vizemet. Fürdik! Davis, megfürdött, én most áll ki a fürdőkádból. Családi videóban leszoktam néha ugye filmezni, de videóban YouTube-ra nem akarom beletenni. Megint ez a megyemes, ez a tévébe. Látod? Akármikor bekapcsolom a tévét, most már mindig ez a mes megy. Lehet, hogy azért, mert a Davis nagyon szereti. Na mindegy, de most a tévébe megy, tehát nem felvételről. Most meg fogok vacsorázni, hűtőt nem mutattam meg nektek, ahogy mondtam. És nem tudom, mit ezek. Múltkor ettem, nem ettem, ettem is, de vettem is. Vettem, aztán ettem kekszet. Ilyen érdekes kekszet. A doboza már nincsen meg, de rettentően nekem ízlik. Adtam apukámnak, képzeld el, adtam az öcsémnek is, és nem ízlik nekik. Általában nekem ilyen kekszes, mutatom milyen. Ilyen jam van, lekvár van benne, látod? Olyan, mint a... Milyen volt az Magyarországon? Vagy milyen az? Na várjál, mi volt az? Isler? Vagy Tisler? Vagy valami ilyen neve volt, nem? Na ugye, ez nem olyan, de hasonló. És szétomlik a szádba mindenfelé. Amúgy én annyira nem szeretem, ahogy mondtam, de ezt az egyet én szeretem, senki más a családban nem szereti. Pedig apukám szereti az édességet. Nagyjából. Na mindegy. Na, próbálom bezárni, hogy ilyenbe raktam bele. Gondoltam, megmutatom nektek, megtalálom a dobozát. Nem is volt doboza, ugyanis átlátszó valamiben volt. Na. Megmutattam, hogy miért, nem tudom, úgyse tudtok te szerintem ilyet venni, mert Magyarországon nincsen, mert ezt itt készítik Ausztráliába, de... Na mindegy. Úgyhogy én most nem más csinálok, mint megvacsorázni, csak azt nem tudom, hogy mit tegyek. Valamit kellene enni. Néha vagyok úgy, hogy valamit kellene enni, csak azt nem tudom, hogy mit.
Na mindegy, túl sokat beszélek, ugye ezt a mai videót én most befejezem, kijövök ide világosra, hogy jobban lássatok. Vagy folytatjuk tovább, ahogy mondtam, aki nem nyert, nem kell elkeseredni, ugyanis lesz majd még játék, bár mindig nagyon sokan kommentáltak, amit rettentően szeretem, de több mint 4000 komment volt, hogyha jól néztem, és egyetlen egy ember tudja ugye csak nyerni sajnos, de lehet, hogy kisorsulunk majd még egy ilyen fidget spinnert, vagy lehet, hogy kettőt is. Na, közben azt hiszem, hogy jön a Davis. Ja, azt hiszem, hogy jön. Ma meglátjuk, ma még lesz ilyen játék a jövőbe, tehát nem kell aggódni. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, ugye attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Deri, mi a helyzet? Te is elköszönsz? Mit van nálad, a Hulk? Mi vagy a tévében, Monster? Mondjad, szia, szevasz! Nem? Hulk! Na megnézzük ezt a Hulkot. Na, elköszönünk még egyszer. Hova tetted? Ez volt a fürdős szobás. De hova mész? Ez volt a fürdőkádas játék. Na, úgyhogy mindenkinek további szép napot. Sziasztok!